can speak of everything. My evaluation is we can see today two matches. One till the first goal of them. Maybe now we knew that they have a really good team. They have quality and because they have international level, of course, they play the league. But we score first. We have our chances in other contact. Maybe we miss this accuracy to make the second goal as well, because we didn't have this clearance to finish the action. And after in two big mistakes, we lost the ball. We lost the game. And at the end, you see only the result, and of course, a big difference for us. Értékelés könnyű, úgy érző két meccset láthattunk ma. Az egyik meccs az a Újpest egyenlítő góljáig tartott, utána következett a második mérkőzés, tudtuk, hogy az Újpest egy minőségi csapat, Európa Ligában játszott kontaktból, megint meg voltak a lehetőségei, pontosság hiányzott, és utána pedig azt tudja elmondani, hogy két nagy hiba után elveszítettük a meccset. Egyetért az, hogy saját magát tehette meg a Diogo? Yes, in my opinion, this is the kind of match that you cannot say anything to the player. In my opinion, they give everything. They show everything what they have and everything what we work. Of course, you cannot point anyone. At the end, when you lose, everybody lose, and when you win, everybody win. In this situation, but of course, in our moment, it's really tough when you give this kind of present to the opponent team. Egyetért vele teljesen, viszont úgy érzi, hogy a játékosokra nem semmi rosszat mondani, megpróbálták magukból küldni a maximumot, megpróbálták megmutatni azokat az elemeket, amiket a héten gyakoroltunk, viszont a csapat mindig együtt nyer és együtt veszít, úgyhogy senkit nem szeretne mutogatni, mert a mind a győzelem, mind a vereségünk mindig egy közös eredmény. Jó, nekem csak annyi lenne, hogy tehát, hogy ilyen nagy hibák, amik előfordulnak a védelemben, hogy ez mentális állapottól függ, fizikai probléma, vagy pedig csak egy hiba, mert hiba mindig van. Yes, it's happened. You know, when we are in this situation, everything is blowing in our face. Of course, in my opinion, it's not a mental situation because the team is showing good face. For example, I was in the bench and until we missed only 20 minutes, we were winning 1-0, the team showed a really good behavior. For example, we saved many crosses from Gurekovic, amazing crosses, and after one cross from Ballas with the weak leg, dropped 3 times and one player out. Of course, we need to go working in this because this is the situation we have, and of course we need to solve this because it's impossible to win matches if we give this kind of gift. Sajnos ugye történnek ezek a hibák, egy olyan szituáció vagyunk, hogyha nekünk a arcunkba fúj a szél, akkor csúnyán mondva a szemetet is belefújja. Úgy érzem, hogy a mérkőzés, amíg győzelemre álltunk, addig mindent megtettünk. Tudtuk, hogy Borkulekovics-tól nagyon sok jó minőségű beadás fog jönni. Ezeket sikerült hatástalanítani, aztán Balázsnak a gyengébbült lábába jött egy olyan beadás, ami háromszor lepattant, mégis gólt tudtunk belőle kapni. Nekem ez a kérdésem, hogy két hétig gyakorolnak valamit, és akkor az edző ezt hogy éli meg, hogy egy ilyen hiba miatt elmegy a mérkőzés? It's football. You cannot do this. You cannot do anything now. Go work. In my opinion, the most important is that even in this tough situation, the team is alive. Everybody can see the pitch, one team with energy, with combat.
with the clear ideas, but of course, if this kind of mistake we need to solve it, because not for example, we are speaking about the first goal, but also the second goal. One of, in my opinion, one of the best players in the championship in passes, we give one clear pass to Berizzi and he scored. It's tough, it's true, because when you are working, especially for 2 weeks, preparing this match at home against your fans, against your many things, and again, you will start winning the match, because in this season, it's not happened many times, but we need to go on working. This is the way we need. We talk from the first round. We need to fight and run and work a lot to get points. And this is the situation. Sajnos ilyen a foci, nem tudsz mit tenni, ezen a munka segíthet. Úgy érzi, hogy a csapat a nehéz helyzet ellenére jó arcát mutatta. Egyenlítő gólig egy olyan csapatot lehetett látni, akiben benne volt az energia, tisztán lehetett látni, hogy milyen elképzelést próbál megvalósítani, viszont úgy érzi, hogy jött például a Mazalovistól ez a hiba, egy nagyon jó passzoló játékos, szerint a ligában az egyik legjobban passzoló játékos, és odaadja tisztán az ellenfélnek, de amit kérdezi, arra egyértelműen az a válasz, hogy két hétig dolgozol egy ilyen mérkőzésre a saját szurkolóid előtt, győzelemre állsz és elveszíted, egyetlen egy dolog tud segíteni, csak az, hogy dolgozni tovább és minél több munkát beletenni. De miért kezdődött egy-egy után másik mérkőzés? Mi volt ennek, vagy mi ennek az oka? We have many reasons. We want to speak about tactics. We have, my opinion, in our team, we need to play always with three players in the midfielder zone. And also we change to play with two strikers because none of them, they are in good moment to give their responsibility inside. So in this situation, we put two to share about this. But against Mesocopé, we play like this, and against SNTK, we play like this, and we are working on this for months. So for the players, in my opinion, they feel more comfortable with this formation because they show more unit and also they share the responsibilities. And in this situation, for me, it's really important this. Sok oka van, de hogyha taktikáról akarunk beszélni, ugye próbáltam a meccsen változtatni, ugye általában három középpályással próbálja a csapatot felállítani, viszont úgy érezte, hogy a csatáraink nincsenek jó momentum, nincsenek jó helyzetbe, ezért megpróbálta megosztani a feladataikat, ezért játszottunk két csatárral. Ezt a játékot ugye próbáltuk már mezőkövetben is alkalmazni, illetve az SMP-k ellen is alkalmazni. Úgy érzi, hogy ez a szisztéma, ez jobb a játékosoknak, jobban megmarad az egység, jobban el vannak osztva a feladatok. Valamelyik kérdés a sajtó részére? Köszönöm szépen!